A Magyar Falu program keretében is sikeresen pályázott Zalacsány, ezen belül sportpark építésére nyertek forrást. Több út is megújult az elmúlt években, a külterületi helyi közutak című felhívásra is benyújtották a pályázatot. Itt a turisztikailag is dinamikusan fejlődő örvényes hegyi külterületi részre kaptak támogatást. Az utak terheltsége egész évben magas, így az útburkolat állaga is gyors ütemben romlott. Zalacsányban folyamatosan nő a lakosság szám, még három évvel ezelőtt ezer alatt volt a bejelentettek száma, addig már a több mint 1100-an élnek itt. Sok a külföldi és a nagyobb városokból betelepedő. Népszerű házasságkötő helyszín már erre az évre is több pár jegyeztetett be időpontot. A településen található bolt, orvosi rendelő posta, gyógyszertár, könyvtár és védőnői szolgálat is működik. Ezeknek a közelsége sokaknak jelent könnyebbséget az ügyek intézésekor. Nagyon sok múlik egy falu vezetőin. Itt értek alatt a boltvezetőt, az orvost, és ami, ami, nagyon, nekünk időseknek nagyon sokat számított, a gyógyszertár. Hogy itt van a gyógyszer, az önkormányzat épületében van, és, és bármilyen problémám van, és a kedvesek, akik, akikhez én fordulok, tehát így idősek, azok mind kedvesek, aranyosak, és én azokat az embereket szeretem. Több épület energiaellátását már évek óta napelemek segítik. Idén fatüzeléses rendszert szeretnének még beépíteni az önkormányzat épületébe, ehhez a Magyar Falu programtól remélnek támogatást. Folyamatosan zajlanak a fejlesztések a településen, ebben az évben 373 millió forintból tudnak gazdálkodni. Mindig arra törekszünk, hogy az intézményeinket zavartalanul tudjuk működtetni, azon kívül rászoruló családokról sem feledkezzünk meg. Iskolakezdési, kezdési, óvodakezdési támogatás nyugdíjasainknak utalványokat szoktunk adni, és ezek Kívül ugye, ami maradt pénzünk, azt pedig a fejlesztésekre szeretnénk fordítani. Több lehetőség van. Balatonfejlesztési Tanástól kaptunk egy pályázatot a közösségi térnek a bővítésére. Néhány éve nyertek támogatást egy közösségi tér létrehozására a Balatoni Fejlesztési Tanács által kezelt pályázaton. Az építmények mellett már foházak is állnak, ugyanis terveznek helyi termékvásárokat rendezni. Hamarosan egy kemence is kerül ide, amelyben a közös rendezvényekre szeretnének finomságokat készíteni a lakosságnak. Egy teljesen új játszótér is terben van, és a műfüves pályát is fel fogják újítani.